Röviden szeretnék és fontos is reagálni egy felvetésre, mert érkeztek hozzánk ilyen irányú kérdések, mióta a Mi Hazánk mozgalom a munkaügyi kabinettel hangsúlyosabb formában elkezdett foglalkozni a munkavállalók érdekképviseletével. Bár azt hozzáteszem és hangsúlyozni szeretném, a visszajelzések nagy része pozitív, de nem szeretnék nyitva hagyni egyetlen kérdést sem. Miért foglalkozik egy nemzeti, jobboldali párt dolgozói érdekképviselettel, mondván, illetőleg mondják, hogy ezek úgynevezett baloldali témák? Csak hogy ez egyáltalán nem igaz. Ha valóban nemzetiek vagyunk, akkor a teljes nemzetet kell képviselnünk, és ma Magyarországon mintegy 4,5 millió munkavállaló él és dolgozik, és ez a szó, ez a fogalom, hogy munka, ez az alapja egy társadalom fenntartásának és működtetésének, így hát még több embert is érint ez igazából, mint 4,5 millió ember. Ez a több millió ember, aki naponta dolgozik, egyáltalán nem mindegy, hogy ezt milyen helyen teszi, milyen körülmények között, mennyi pénzért. Ezért azt gondolom, hogy nem is kell különösképpen magyaráznom, hogy a dolgozói érdekképviselet miért magyar nemzeti sorskérdés. És azt is tudjuk, hogy ezen a téren rengeteg tennivalónk van még. Mert csak így valósulhat meg a Mi Hazánk által megálmodott organikus társadalom, ahol a különféle hivatások, társadalmi rétegek együttműködve viszik előre a nemzet ügyét, és már csak azért sem hagyhatjuk, hogy a baloldal játszóterévé váljon a dolgozói érdekképviselet, mert ők igazából nem érdekeltek ebben. És bármennyire is nem szeretném, muszáj megneveznem az egykori nemzeti radikális Jobbikot, amely mára áruló baloldalivá vált, és annak elnökét Jakab Pétert, mert amit ő csinál, az nem valódi dolgozói érdekképviselet. Az nem más, mint egy ilyen régi, jól bevált bolsevik jellegű uszítás propaganda, amely megpróbál egyfajta proletár irítséget gerjeszteni, de tulajdonképpen ők és a baloldal rombolnak, mi viszont építeni szeretnénk. És azt is elengedhetetlenül fontos hozzáfűznünk, hogy a Fidesz kormányzat, az Uram-bátyám rendszer viszont teljes mértékben érzéketlen a dolgozói érdekképviselet iránt, ezért van szükség a Mi Hazánkra, a harmadik útra ebben a kérdésben is.